A vadászturizmus is megszenvedte a koronavírus járványt. Az idei már a második olyan év, amikor nem tudnak hazánkba beutazni a külföldi bérvadászok. Ez a tavalyi évben közel 40%-os bevétel kiesést jelentett a vadásztársaságoknak, és egyelőre úgy tűnik, idén sem lesz sokkal jobb a helyzet. A Szálkai Vörösbükk Vadásztársaságnál az Őszbakra érkező áprilisi vendégvadászkör már elmaradt, illetve későbbre halasztották, hát ha nyár folyamán még enyhülnek a járványügyi szabályok. Megpróbáljuk nem úgy, mint tavaly eladni nyomott áron belföldieknek, hanem megvárjuk őket, hogy talán júliusban majd felszabadul a környezetünk és beutazhatnak, és akkor egy tisztességesebb áron tudjuk majd eladni a őszbakjainkat, és ugyanez vonatkozik a gémbikákra is. Janovics István hozzátette, nem tudnak úgy gazdálkodni, hogy a vadásztársaságuk ne legyen rászorulva erre a bevételre. Az elmúlt évben több mint 16 millió forinttal volt kevesebb a jövedelmük ennek köszönhetően, mint az előző években. Király István az Országos Magyar Vadászkamara Tolna megyei területi szervezetének titkára elmondta, hogy a megyében lévő 67 vadgazdálkodási egység legfőbb bevételi forrása a bérvadászat. A normál években a kilőhető nagyvadak több mint 60%-át a külföldi bérvadászok ejtették el, így a bevétel 60%-a is tőlük származott. Ezt a bevételforrást nagyon nehezen tudják kompenzálni hazai piacon a vadgazdálkodási egységeink, mert egyrészt az a piac nem tudja hirtelen lereagálni ezt a rést, másik pedig az, hogy ahogy tudják kompenzálni, annak az egyik módja az, hogy árat csökkentenek, ez viszont hosszú távon nem valószínű, hogy jó, ugye nehéz lesz talpra állítani a piacot. A kamara által kiadott vadászati engedélyek száma 70%-kal esett vissza a tavalyi évben, és idén is erre számítanak. Bár még nincs konkrét statisztikai adat a 2020-as évre vonatkozóan, de ha ez a tendencia folytatódik, akkor rosszabb év vár a társaságokra, mint tavaly, amit már nem biztos, hogy mind a 67 vadgazdálkodó szervezet át tud vészelni.